Szent László szobránál tisztelegnek koszorúikkal a megyei önkormányzat és a szervezetek képviselői. A virágokkal a magyar törvényhozás egyik legfontosabb eseményére, az 1092-es szabolcsi zsinatra emlékeznek. A községben minden évben kiemelt esemény a lovak király és a törvénykező országgyűlés tiszteletére tartott ünnepség. A 1092-es zsinatnak az évfordulója május 20-a minden esztendőben nagy megtiszteltetés számunkra, és ugyanakkor nagy kihívás, hiszen nem másnak kell megfelelni, mint Szent László örökségének. Ezért mi tisztességgel, becsülettel készülünk minden esztendőben, így a mai alkalommal is felkészültünk, és örülünk annak, hogy ilyen sokan ellátogatnak az ünnepség megnyitó alkalmára hozzánk. A térség kormánypárti országgyűlési képviselője a református templomban arról beszélt, 940 évvel ezelőtt lépett a magyar trónra Szent László király, ebből az alkalomból 2017-et emlékévé nyilvánította a magyar kormány. Minnai Győző elmondta, amikor a lovak királyról beszélünk, a törvényhozóról, a kereszténység megerősítőjéről és az országot megvédő vezetőről van szó. A Szent László emlékévnek az a jelentősége, az az üzenete a ma emberének, hogy erős hittel kell rendelkeznünk, hogy az ország érdekeit, a magyar érdekeket kell mindig képviselni, meg kell védeni az országot, és hitünkben meg kell erősödni, és gyakorlatilag ez a 21. században egy olyan érvényes üzenet, amelyen minden magyar embernek érdemes elgondolkodnia. Az ünnepség sorozat péntek délután Kisvárdán folytatódott, ahol beszédet mondott a nemzeti fejlesztési miniszter. Seszták Miklós szerint Szent László király életműve az elhivatott, elkötelezett ember életműve, a hazáért és a nemzetért végzett szolgálatának alapja pedig az őszinte hite volt. Ha visszamegyünk a történelembe, látjuk, hogy megszilárdította, igazán stabillá tette Magyarországot, az akkor hozott törvényei, ugye István mellett ez egy nagyon fontos törvények voltak, illetve nagyon fontos iránymutatást adott a jövőnek, és mint minden fontos személyiség a megyéhez köthető, ugye az egy akkora fontos előrelépés, egy akkora fontos stabilitást ad a megyének a maga történelemből vetett öröksége, ami előre mutat a jövőre. Én azt gondolom, hogy a jövőbe vetett hit a Szent Lászlóra alapítva az a mi igazi sikerünk titka. A megyei közgyűlés elnöke beszédében azt hangsúlyozta, hogy Szent László uralkodása sorsdöntő volt a magyarok történelmében. Kiváló uralkodói képességével, vitézségével és életszentségével kivezette a magyarságot a külső és belső veszedelmekből. Országos rendezvénysorozaton emlékezünk meg Szent László évfordulóiról. A megmaradást jelenti számunkra, a megmaradást a hitben, a magyarságban, a közösségben, illetve azt a fontos üzenetet is tolmácsolja számunkról majd 1000 évtávlatából Szent Királyunk, hogy milyen egy külső ellenséggel körülvett országban bátornak, gerincesnek és példamutatónak lenni a küzdelemben a megmaradásért. A kisvárdai ünnepségen több kitüntetést is átadtak a megye érdekében végzett munka elismeréseként.